A Momentumhoz tavaly csatlakoztam, és az első igazán fontos emlékem az, hogy az oktatáspolitikai munkacsoporttal hétről hétre egy kicsi, földszinti garzonlakásban ültünk össze 2-3 órákra. Különböző hátterekből jöttünk. Volt közöttünk informatikus, pedagógus, szociális munkás, közgazdász. Volt közöttünk olyan, aki éppen azokban a hetekben tért haza Londonból, hogy itt tehessen azért, hogy Magyarországon jobb legyen élni. És volt közöttünk olyan is, aki külföldről segítette a munkánkat azért, hogy egyszer majd ő is visszatérhessen hazánkba. Heteken át beszélgettünk a magyar iskola egy-egy égető problémájáról, és törtük a fejünket azon, hogy hogyan is lehetne ezeket megoldani. Nem tudtuk, hogy azok a megoldások, amelyekre jutottunk, végül egy választási programban szerepelnek majd, vagy a fiókjaink mélyén végzik, és csak firkapapírnak használjuk őket. De fáradhatatlanul vitáztunk, érveltünk, olvastunk és írtunk. Mindez 27 évvel a rendszerváltás után történt. 27 évvel ezelőtt volt ennek az országnak egy álma, hogy valódi európai demokráciában és jólétben éljünk. 13 évvel ezelőtt, amikor az Európai Unióhoz csatlakoztunk, újra elhittük, hogy ez lehetséges. Nem így lett. El vagyunk, mondhatnánk. Megyegetünk, haladgatunk. Kifestették ugyanaz iskolát, de nincs idő a gyerekkel időt tölteni, mert vasárnap este még az Isten tudja melyik török-magyar csata pontos helyszínét és dátumát próbáljuk memorizálni. Van már néhány kényelmes vonatunk is, de Marcaliból Kisvárdára még mindig több mint 8 óra az út. És persze nagyon örülünk annak, hogy sokan közülünk szereznek külföldön tapasztalatot, de még jobb lenne, hogyha a 10 éves érettségi találkozónkra nem külföldről kellene hazahoznunk az osztályunk felét. Most csak arra szolgatunk, mint a dugóban. Egyesben, néha kettesben, kuplung, gáz, kuplung, fék. De élhetnénk jobban is. Haladhatnánk gyorsabban is. Menjünk már végre gyorsabban. Működhetnénk szervezettebben, kényelmesebben és észszerűbben. Lehetne digitális az állam. Lehetne hely jövő szeptembertől a bölcsödében. Lehetnének néhány hetesek a sok hónapos kórházi várólisták és egynapos sebészet a napokig tartó kórtermi lábadozás. A gazdaságunk motorjai igenis lehetnének innovatív kis- és középvállalás vállalkozásaink, és lehetne egy olyan hely Magyarország, ahol a hivatalok nem megnehezítik, hanem egyszerűsítik az életünket. Mi nem csak hisszük, hogy lehet egy ilyen hely Magyarország, hanem teszünk is érte. Azért ültünk este 9-ig a Moson-Magyaróvári Közösségi Házban a Momentumos Fórumon, hogy pontosan értsük, hogy az ott élő 28 éves szakmunkás végzettségű srácnak mire van szüksége ahhoz, hogy jobb legyen az élete. És azért ültünk éjszakákban nyúlóan, abban a bizonyos földszinti garzonlakásban, hogy összerakjuk azt a programot, ami beindíthatja végre Magyarországot. Ez a munka nem volt olyan látványos, mint az olimpiai népszavazásgyűjtésünk, vagy a májusi 10.000-es demonstrációnk. De mi akkor is folyamatosan dolgozunk, amikor ez kívülről nem látszik. A programírás a színfalak mögött, de nem rejtve zajlott. Ez a program nem csak a tapasztalt szakértők tervezőasztalán készült, hanem több mint 100 tagunk és 150 általunk bevont külső szakértők közös munkájával készült. A Momentumot az is megkülönbözteti minden más magyar politikai erőtől, hogy a kezdetektől fogva sokféle világnézetű ember értelmes párbeszédjére és együttműködésére épül. Van köztünk kiábrándult fideszes, régi LMP vagy MSZP szimpatizáns, volt jobbikos, konzervatív és liberális, baloldali és jobboldali érzelmű ember egyaránt. Ez a program a bizonyíték arra, hogy megszámlálhatatlan közös pont van ezek között a különféle világnézeteket valló emberek között. No, de sejthető, hogy nem értettünk azért mindenben egyet. De hosszú évek, talán évtizedek óta először Magyarországon megérteni próbáltuk a másik gondolatmenetét, nem ideológiákról, hanem a hétköznapi életünk kérdéseiről beszélgettünk. Nem bebizonyítani akartuk, hogy a másiknak miben nincs igaza,
hanem azokat a megoldásokat kerestük, amelyekkel tényleg beteljesíthetjük a közös álmainkat. Ha innen nézzük, akkor talán nem is annyira beteljesületlenek azok a 27 évvel ezelőtti álmok. Hiszen itt van egy új politikai generáció, itt vagyunk mi, veletek együtt, akik tanulva az idősebbek tapasztalataiból, egy pártban és most már egy programban is meghaladjuk a múlt átidalhatatlannak tűnő ellentéteit. Tudjuk, mit jelent a szabadság, tudjuk, mit jelent a demokrácia, és ezekért az értékekért hajlandóak vagyunk harcolni, sokszor szabadidőnket, adott esetben karrierünket is feláldozván. Felelősséget vállalunk a közös jövőnkért, és hiszünk a teljesítményelvűségben, a szolidaritásban, és merünk tiszta szívvel büszkének lenni a hazánkra. Végtelen mennyiségű munka áll mögöttünk. Átvitatkozott éjszakák, átdolgozott hétvégék, kilométer hosszúságú e-mail folyamok, újra és újra átdolgozott szövegek. A végleges, rövidített verzió 300 oldalánál sokkal több mint 1000 oldalnyi szakmai javaslat készült. Ezt a programot több mint 100 tagunk írta. Közülük sokan ma is itt vannak. Köszönöm mindannyiotoknak, hogy ennyi időt és energiát fektetetek ebbe a munkába. Kérlek titeket, szakpolosokat, álljatok fel, és kérlek benneteket, többieket, hogy tapsoljuk meg őket, mert rengeteg munka áll ezek mögött, az emberek mögött. Köszönjük a szakpolosoknak, a gazpolosoknak, az oppolosoknak, köszönjük mindannyiotoknak. További több mint 150 szakértőnek is hálával tartozunk, akik sok éves nemzetközi és hazai tapasztalatukkal gazdagították ezt az anyagot. Köszönjük mindenkinek, aki türelemmel és bizalommal várta ezt a napot. Néhány percen belül mindenki megismerheti a Momentum első választási programját. Megtudhatja, mit értünk fejlődő Magyarország alatt, hogyan tesszük családbaráttá Magyarországot, vagy vitöltheti meg lehetőségekkel országunkat az itt élők számára. Ülnek közöttetek szakértők, újságírók, nem is kevesen, akik szakmájuk révén kritikus szemmel olvassák majd a programot. És ahogy ezt teszitek, látni fogjátok, ez a program nem tökéletes. Részletes, átgondolt és kidolgozott. Talán részletesebb, átgondoltabb és kidolgozottabb, mint bármi, amit politikai erőtől az elmúlt években láthattatok. De nem tökéletes. Mert aki azt gondolja, hogy tudja a helyes választ Magyarország összes gondjára, az egyszerűen nem mond igazat. Hazánk évtizedes problémáira nincsenek egyszerű válaszok. Ezért is fektettünk sokan sok időt abba, hogy a programunk elkészüljen, és ezért fogunk a megvitatásába is rengeteg energiát fektetni. Most pedig a ti bizalmatokat kérjük ahhoz, hogy minél hamarabb meg is valósíthassuk ezeket a terveket. Köszönjük szépen!